Szeretettel üdvözlök mindenkit, 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra. Kedves barátaim, gyertek tanulni. 8 óra van, itt van Máté Lala, jó estét kívánok ma. Sokatokkal ma másodszorra fogok találkozni. Körülbelül egy másfél órája, két órája jelentkeztem be. A Hanuka 8. estéje van, lassan véget ér az ünnep, holnapi nap nyugtával, szombat beköszöntével véget ér Hanuka ünnepe. Ez a 8 napos ünnep, ami, és érdekességképpen mondom el, hogy holnap reggel, vagy délelőtt, Isten segít, kint lesz az eheti új podcast, és ott Oberlander Baruch rabbival fogok beszélni egy kicsit Hanukáról is, meg egy más nagyon érdekes kérdésről, temetők vagy halottak exhumálásáról, halottak áttelepítésre egyik temetőbe a másikba. Ez lesz a kérdés, amiről beszélgetek majd Oberlander rabbival. Holnap reggel délelőtt lesz kint az adás, szeretetet közlöm mindenkit, aki most csatlakozott Hanuka utolsó napján. Érdekességképpen mondom szintén, hogy ez a Hanuka 8. napja, ez különleges helyet foglal el a zsidó, szóval a Hanuka napjai közül, hiszen úgyis, hogy hívjuk ezt, hogy Zot Hanuka. Ugye azért, mert a holnap reggel a zsinagógákban a Tórának azt a szakaszát fogjuk olvasni, amikor Mózes felavatta a sivatagi sátrat, amelyet épített az egyiptomi kivonulás után, és az összefüggés a hanukai történet és a Mózes féle gyülekezés sátra között, hogy csak úgy, mint Mózes felavatta a gyülekezés sátrat, ugyanúgy a hős makavósok, miután legyőzték a szír görögöket, felavatták ismét a második jeruzsálemi szentélyt, szóval ez már cirka 1500 évvel később volt, de akkor is. És ennek a szakasznak a kezdő szavai úgy hangoznak, hogy Zot Hanuka, ez a megnyitó, vagy a felavatás. És ugye a haszid filozófusok, haszid gondolkodók azt szokták mondani, hogy Hanuka 8. napjában koncentrálódik az első 7 napnak az ereje. Az első 7 napnak a spirituális ereje az a 8. napon koncentrálódik, tehát a 8. nap magába foglalja az első 7-et, szóval ez egy különleges nap, és azt kívánom mindenkinek ez úton is, hogy ebből az erőből, ebből a spirituális energiából, ebből az isteni energiából mindannyian nyerjünk, és legyünk jobbak általa, legyünk jobb zsidók általa, legyünk jobb emberek általa, szeressük jobban magunkat, és szeressük jobban az embertársainkat, úgyhogy ez egy ilyen különleges nap, és ahogy az előbb mondtam is, vagy láttátok is, másfél órával ezelőtt Fajtaser barátomék voltak itt vendégségben, családilag, együtt gyújtott meg a Hanuka gyertyát, most már 4 gyújtottam, ők már otthon gyújtottak, de mégis gondoltam, hogy így utolsó este még bejelentkezem. Ma szintén nem lesz egy hosszú tanulás, mert egy másik megbeszélésre kell mennem, körülbelül egy negyed óra múlva, de addig is egy kicsit azért tudunk beszélgetni. Jó estét kívánok közben mindenkinek, aki most csatlakozott, kiemelt tisztelettel köszöntöm Ács Laci barátomat. Szóval azt kérdezte valaki, azt mondja, kedves rabbi, van állítólag egy haszid mondás, ember tervez, Isten nevet. Legutóbb Csernus Imre pszichiáter hivatkozott rá. Meglepő. Hogyan magyarázod ennek értelmét? A mindenható esetleg kikacagja a gyarló emberi vágyakat? Boldog Hanukát kívánok az egész családnak. Oké, a híres jidis mondás, vagy ez az ismert jidis mondás, nem tudtam, hogy Csernus doktor is említette, érdekes, hogy ő is ismeri. Ez úgy hangzik jidisül, hogy Mensch tracht, Gott lacht. Az ember próbálkozik, Mensch tracht, az ember próbálkozik, Gott lacht, Isten pedig nevet. Ugye? Ez a mondás, ez a szép idés mondás, ez egy Zsoltár idézetre alapul, vagy ennek az alapja talán egy Zsoltár idézet lehet, ami úgy szól, ez már itt van előttem egy imakönyvben, fejből nem tudom, hogy hanyadik Zsoltárról van szó, lehet, hogy így sem fogom megtalálni, de mégis megpróbálom. A Zsoltár idézet az úgy szól, hogy Rabot mach, tudom is, hogy hol van, és még meg tudom mondani, hogy hanyadik Zsoltár, egészen pontosan. Úgy néz ki a dolog, hogy Rabot mach ha savot belev is, vácát ha sem hitákum. Ez egy bibliai idézet, kérem szépen Zsoltárok, hát ezt most meg nem mondom, hogy hol.
Ezt most meg kéne néznem pontosan, hogy hol. Rábot már hasábot belev is, vácát ha sem hitákum. Sőt, most már ez nagyon kellemetlen, hogy nem fogom tudni ezt nektek megmondani, hogy pontosan hol van. Úgyhogy most már csak azért is megnézem egy másik jobban használható verzióban. Rábot már hasábot belev is, vácát ha sem hitákum. Igen, ez pedig kérem alássan, példabeszéd, Salamon példabeszédek, nem is Zsoltárok. Salamon példabeszédek, 19. fejezet, 21. vers. Rabot mach shavot belevis, vácata sem hitakum, az azt jelenti, hogy számosak az ember gondolatai, rabot mach shavot belevis, az ember szívétben számos gondolat van, vácata sem hitakum, de az örökké való tanácsa az, ami érvényes lesz. Azaz, az ember próbálkozik, az ember törekszik, ahogy a jidis mondás tartja, mensch tracht gott lacht, az ember próbálkozik, és Isten pedig nevet, nem gúnyosan, hanem Isten tudja azt, amit mi emberek nem tudunk, az pedig az, hogy amit elérünk, az nem csak a saját kezünk munkája, nem csak a saját befektetett energiánk, nem csak a saját törekvésünk, az, ami célra visz, hanem kell hozzá Isten segítsége. Ugye, ha emlékeztek a Bábel tornyai történetre, amikor az emberek azt gondolták, hogy összefogtak az emberek, hogy építenek egy hatalmas tornyot, ami majd olyan magas lesz, hogy ha még egyszer egy özönvíz jön a földre, akkor nem fogja őket elmosni. Ugye azt gondolták az emberek, hogy ha összefognak, tudta az ember, hogy ő kicsi, tudta az ember, hogy ő egyedül kevés. De azt gondolta az ember, hogy ha az emberiség összefog, ha mindannyian összefog, akkor le tudjuk győzni Istent, akkor az emberek le tudják győzni Istent. És Isten pedig nevet. Gott lacht, Isten pedig nevet. Miért nevet? Mert tudja pontosan, Isten jól tudja azt, amit az ember sokszor hajlamos elfelejteni, és az pedig az, hogy törekedhetsz, amennyire akarsz. Hogyha Isten nem akarja, hogy sikerüljön, akkor nem fog sikerülni. Ugye erre vonatkozólag van egy másik híres Zsoltár, ugye a másik híres Zsoltár, ami úgy szól, hogy imhassem, most nem ezt sem fogom megtalálni. Úgy szól a másik Zsoltár, valahol a 100-valahányadik Zsoltárban van, úgy szól, hogy imhassem lo ívne báit, hogyha Isten nem épít házat, ha Isten nem akarja, hogy a szentély felépüljön, ha Isten nem akarja házat építeni, akkor hiába törekszenek az építők. Ugye, hogyha Isten nem, ha Istennek nem egyezik a terveivel, akkor az emberek hiába gondolják, hogy ugye az ember miért gondolja? Miért gondolja az ember, hogy hasonlatos lehet Isten? Hát azért, mert a Biblia maga írja, ugye, hogy Isten az embert saját képére teremtette. Úgyhogy az ember, hogyha elbizakodja magát, az ember, hogyha kevés, az ember, hogyha gőgös, akkor azt gondolhatná, hogy Isten ugyan a saját képmására teremtett, ami azt is jelenti, hogy Isten felruházott minket isteni tulajdonságokkal. Ami részben igaz csak, de az ember hasonlatos Istenhez. Nem egyenlő. Csak bizonyos jelen tulajdonságaink azok, amelyek hasonlítanak Istenhez. De nem vagyunk egyenlőek Istennel. Mensch tracht Gott lacht. Isten pedig nevetve szemléli ezt. Isten pedig mosolyog magában. Nem gúnyosan. Ugye, mint amikor nekem az a példa, az a hasonlat, hogy eszembe, amikor van nekem egy 2 éves kisfiam, az előbb lehetett látni a videón, van egy 2 éves gyerek, aki ilyen alacsony, hát én sem vagyok túl magas, és amikor próbál elérni valamit, ugye, egy kis pici gyerek, aki próbál fölnyúlni az asztalra, vagy próbál felnyúlni valahova a polcra, hogy megpróbál elérni valamit, ugye? És te ott állsz szülőként, te jó magas vagy, állsz szülőként, letekintesz a gyerekre, és azt mondod, hogy ha-ha, édes kisfiam, de aranyos vagy, hogy így próbálkozol, de hát azért azt tudjad, hogy te ezt sose fogod elérni. Csak akkor fogod elérni, hogyha én megfoglak és fölemellek téged, hogyha én segítek neked, alád nyúlok, alád kapa, vagy a hónod alá kapa fogok, alád nyúlok és felemellek téged. Így van Isten ezzel. Azt mondja, az emberek próbálkozhatnak, te nyújtózhatsz, kapaszkodhatsz, amennyire akarsz. Te nyújtózhatsz, kapaszkodhatsz, amennyire akarsz, de hogyha Isten nem nyúl alánk, ha Isten nem emel föl minket, ha Isten nem ért egyet azzal, amit csinálunk, és nem segít nekünk,
akkor bizony minden hiába való, akkor az ember törekvése az nem lesz elégséges. Mint ahogy a gyerek, aki hiába a lábujjhegyre, stb. nem fogja tudni elérni azt, ami magasan van, csak akkor, hogyha a szülő alányul és segít neki. Oké, ez a kérdés érkezett ma, de még van egy pár percünk, úgyhogy ha megengeditek, akkor nézzük a 6. fejezet 8. misnáját. A 6. fejezet 8. misnája a következőt mondja. Rabbi Simon ben Yehuda, Mishum Rabbi Simon bar Yochai Omer. Azt mondja Rabbi Simon ben Yehuda, aki Rabbi Simon bar Yochainak a nevében. Most itt csak egy érdekesség, hogy Rabbi Simon bar Yochai, ő az időszámítás utáni, a polgári időszámítás utáni 2. században élt talmudi vagy misnai bölcs volt, aki a zsidó miszticizmus, a kabala, a zsidó miszticizmus, nem azt mondja, hogy szülőatya, mert ezt nem ő találta ki, ő volt az, aki a kabala tanait először, a zsidó misztika tanait először papírra vetette, a Zohár című könyvben, a ragyogás könyve, erről korábban beszéltünk, amikor kabaláról volt szó, szóval ő Rabbi Simon bar Yochai, különleges figura. Egyébként csak egy érdekes történet, amit a Talmud mesél Rabbi Simon bar Yochairól. Rabbi Simon bar Yochainak volt egy fia, úgy hívták, hogy Elazar. És Elazar ben Simon. És ők ketten, ugye ők éltek az időszámítás utáni 2. században, különböző ilyen 160 körül, és a rómaiak akkor sanyargatták a zsidó népet a Szentföldön, és tűzzel, vassal üldözték azokat, akik Tórát tanulnak, vagy Tórát tanítanak, vagy pedig a vallást nyilvánosan gyakorolják. Szóval egy egészen borzasztó időszak volt ez a zsidó nép életében. Most beszélünk a 2. szentély pusztulása után már. És Rabbi Simon bar Yochai és a fia, ők elbújnak egy barlangban a rómaiak elől, és Isten velük van, és egy csodálatos módon azt meséli a Talmud, hogy egy János kenyérfa, egy Szent János kenyérfa, vagy János kenyérfa, Szent János kenyérfa, nem emlékszem, hogy hívják, szóval egy Szent János kenyérfa nő a barlang bejárata elé, és eltakarja a barlangot, így a rómaiak nem találják meg, és bent vannak a barlangban 10 évig. 10 évig bent vannak a barlangban, és csak azt tudják enni, azt a gyümölcsöt, amit a Szent János kenyérfa ad, ezt a kerubot, ezt a kemény, most tudom, gyümölcsöt, ezt ették 10 évig, és azt a vizet itták, amely volt egy kis forrás, ami ott a barlangban, egy kis csermely, ami ott a barlangban folydogált, és annak a vizét itták. Szóval 10 évig egy meglehetősen nehéz körülmények között voltak, és azt meséli a Talmud, hogy ez alatt a 10 év alatt nem csináltak semmi más, csak Tórát tanultak. Azt a tananyagot, azt a tudást, amit korábban tanultak, azt ismételték, és fejlesztették, és tökéletesítették. Rabbi Simon bar Yochai és a fia Elazar. És azt is meséli a Talmud, hogy annak érdekében, hogy megkíméljék a ruháikat, ugye, mert csak egy, az a száruha volt rajtuk, vagy az volt nekik, amivel bementek, azt meséli a Talmud, hogy napközben beásták magukat a földbe, hogy egészen a nyakig eltakarja őket a föld, annak érdekében, hogy ne legyenek mesztelenül, és tudjanak Tórát tanulni és imádkozni, és a ruhájukat csak szombaton vették föl, sabát tiszteletére vették föl csak a ruhájukat. És ez alatt a tíz év intenzív tanulás alatt, ez alatt fantasztikusan kifinomult és magasztos spirituális szintre kerültek, és megismerték és tökéletesítették a Tórának ezt a rejtett arcát, ezt a misztikus arcát. Amikor kijött Rabbi Simon bar Yochai a barlangból, amikor megszűnt a római veszedelem, és úgy hallotta, vagy úgy érezte, hogy ki lehet jönni, most már el lehet bújni, mert most már megszűnt az a, aztán meghalt a császár, vagy meghalt az a helytartó, aki ezt a nehéz rendeletet a zsidók számára ki elrendelte, és kimerészkedett a barlangból, és látta, hogy egy ember, egy egyszerű zsidó, ott az egyik földön ott kapál, vagy az egyik földet szántja fel. És olyan dühös lett, olyan mérges lett arra a zsidóra, aki ott szántja a földet, hogy hát hogy vesztegeti az idejét egy ilyen világi foglalatossággal, mint a szántásvetés, ahelyett, hogy Tórát tanulna, minden percért drága. Ugye most egy olyan exaltált, egy olyan magasztos állapotba jött ki a barlangból 10 év intenzív tanulás után, hogy nem tudta felfogni,
hogy miért van az, hogy emberek nem egész nap csak Tórát tanulnak, és az Isten szolgálatra adják a fejüket, ahelyett, hogy és ne kapálnának, meg mindenféle ilyen hétköznapi profán dolgokat csinálnának. És akkor azt meséli a Talmud, hogy egy isteni hang, egy égi hang megszólalt. Megszólalt egy angyali hang, egy bat kol, egy angyali hang megszólalt, és azt mondta Rabbi Simonnak, hogy azért jöttél ki a barlangból, hogy elpusztítsd a világot, amit teremtettem. És Rabbi Simon visszament a barlangba, és ott volt még, azt hiszem, ha jól emlékszem, 2 évig vagy 3 évig, és amikor kijött, akkor most már feltudta, akkor már tovább, annyira tovább tökéletesítette a tudását, hogy már érezte azt, tudta azt, hogy hogyan létezhet az, hogy valaki a Tórában is nagyon magasztosabb, vagy nagyon magas színvonalon tud, és hogy létezhet az, hogy az emberek közben profán hétköznapi munkát végeznek. Szóval, hogy hogyan összeegyeztethető a szentség a hétköznapisággal, ami a zsidóság tulajdonképpen lényege. És akkor itt ezzel a mai gondolatot be is fejezem. A zsidóság lényege ugyanis az, ahogy ezt korábban beszéltük, az összes parancsolatnak, a tórai micváknak, Tóra parancsolatainak a lényege többféleképpen összefoglalható, és többféleképpen elmondható, de talán a legbeszédesebb összefoglalója vagy verziója az, hogy ha az ember tudja azt, hogy a Tóra parancsolatainak a megtartása az azt a célt szolgálja, hogy a profánból, a hétköznapiból szentet csináljunk. A profánból minden bármilyen hétköznapi dolgot is csinálunk, az abból hogyan lehet valami istenit csinálni, hogyan lehet a hétköznapi dolgokat, a profán dolgokat Isten szolgálatába állítani. A szent dolgok azok eleve szentek, azt már nem lehet szentebbé tenni. Mit lehet szentté tenni? Azt, ami profán, azt, ami hétköznapi. Hogyan egyen úgy az ember, ugye? Az evés az egy profán hétköznapi dolog. De hogyha az ember kóser teszik, azt teszik, ami a Bibliában megengedett, és előtt, az étel előtt mond egy áldást, és az étel után is mond egy áldást. Az azt jelenti, hogy és megfelelő módon eszik, akkor az azt jelenti, hogy a hétköznap, egy olyan hétköznapi cselekedetből, mint az evés, egy olyan állatias cselekedetből valamilyen szent dolgot csinálta. Ugyanez vonatkozik arra, hogy az ember iszik, hogyha az ember alszik, hogyha az ember szexel, házas életet él, vagy ha az ember vécére megy akár, ugye a vécére menés, legállatiasabb, az egyik legállatiasabb ösztönünk. Na de, hogyha az ember miután kijön a vécéről, akkor megmossa a kezét, hogy a vallási, hogy a halacha, a zsidó vallási jog előírja, és utána mond egy áldást, a mosdó utáni áldást, Asherjátszár áldást, hogy hálát ad a teremtőnek azért, hogy a testében lévő szervek jól működnek, és el tudja végezni a dolgát, és a többi, akkor tudtunk egy ilyen profán, még az ilyen alantas, profán, állatias dologból, mint a vécézés, tudunk valami szentet csinálni. És ez igaz a világ minden dolgára, ugye? Hogyha az ember a munkáját, hogyan tudja úgy a munkáját végezni? A dolgozol egy munkáján, hogy becsületes legyél, hogy ne lopd az időt, hogy számolj el az idővel, hogy végezd a munkádat a legjobb tudásod szerint, és a többi. Akkor egy ilyen hétköznapi dolgot, mint egy állás, mint a munkád, tudsz belőle szentséget csinálni, és fel tudod emelni valamiféle isteni szintre. Kedves barátaim, ma ennyitől tellett tőlem, mert mennem kell egy másik előadásra. Köszönöm, hogy itt voltatok, elnézést, hogy ilyen rövid volt ez a mai bejelentkezés. Legközelebb, most csütörtök este van, legközelebb Isten segítségével vasárnap este találkozunk 8 órakor, itt ezen a csatornán. Addig pedig kívánok nektek még a maradék Hanukából boldog Hanukát, kívánok nektek kellemes, békés szombatot, holnap este, ami ránk köszönt Isten segítségével, és hogyha van ki bárkinek kérdése, megjegyzése, kommentárja, akkor küldje el nekem kérlek szépen privát üzenetben, és akkor vasárnap azokkal fogunk kezdeni, másik különben vasárnap este 8 órakor találkozunk. Sziasztok, jó pihenést, jó egészséget mindenkinek!